Bedő Imre vagyok, a Férfiak Klubja alapítója, és engedjétek meg, hogy most húsvét környékén húsvétnak a filozófiájáról beszéljek. Egy kicsit olyan hangon is, amit talán a nem annyira vallásosok is megértenek, hogy ezt meg lehet közelíteni filozófiai szempontból is, hogy mit üzenne nekünk a húsvéti ünnep. Mindannyian arra készülünk, hogy valami öröm lesz ebben, hiszen a Jézus feltámadását majd megünnepeljük kaláccsal, sonkával, utána locsolkodás van. Szóval egyszerűen egy ilyen frenetikus ünnepre készül a nyugati világ, és akik nem vallásosok, azok is érzik azt, hogy ez egy ünnepnap, mert ez egy feltámadási ünnep. Ami viszont teljesen kiesett a mi teljes kultúránkból, a vallási és a vallástalan kultúrából is az, hogy nincs ingyen ebéd. Nagyon-nagyon fontos tanulsága húsvétnak, hogy nincs ingyen ebéd. Nincsen rövidítő út a boldogság irányába, a felszabadulás irányába. Nincs feltámadás halál nélkül. Hiába telnek meg a templomok akkor, amikor a feltámadást ünneplik, hogyha nagypénteken, amikor a halált kellene végigélni, azt nem akarjuk már, arról nem gondolkodunk, azt elutasítjuk arra, az egy kis memento, a feltámadás a lényeg. Ugye? Hogy ezt az időszakot meg tudjuk-e élni úgy, hogy meghaljon bennünk az, aminek meg kell halnia, hogy a végén újjá tudjunk születni, hogy a végén ennek egy feltámadás lehessen. Igazán aktívan segítenünk kell azt, hogy bennünk azok a dolgok, aminek el kell halnia, el tudjanak halni. Az irigység, a hazugság, a kishitűség, a minimális terhelhetőség, az áldozatiság, hihetetlen rengeteg ember életét teszi tönkre az, hogy ő maga az áldozatnak hiszi magát. Rengeteg dologgal tudnánk foglalkozni, megnézhetnénk azokat a gondolatokat, ami a társas kapcsolatainkat folyamatosan rombolja, ami az emberekhez való viszonyunkat, ami a saját életünk sikerének a megélését ugye megakadályozza. Itt az idő, és a nagy péntektől húsvétig, a feltámadásig eltelt idő pont erről szólna, meg kell éljük azt a belső halált, ami lehetőséget ad arra, hogy egy új ember születhessen ebből. Nagyon egyszerű filozófia ez, ugye? Nagyjából ez azt jelenti, hogy minden egyes ember akár hisz, akár nem, meg kell keresse a keresztjét, szembesülnie kell azzal a bizonyos kereszttel, föl kell venni, általában föl kell cipelnie a hegy tetejére, és ott rá kell önmagát erre szegeznie azért, hogy egy új lénye tudjon megszületni utána mindannyiunknak egy lehetőség, hogy ezt átgondoljuk fejben, hogy ehhez valamilyen módon kapcsolódni tudjunk. És így megértsük azt, hogy a feltámadás ünnepe, majd az, amikor kimegyünk a karanténból, vagy amikor belemegyünk a húsvéti feltámadás megünneplésébe, akkor mi magunk is már átalakultunk. Tehát a húsvét mindenkinek azt üzeni, hogy van remény, az ember meg tud újulni, újra meg újra tudja kezdeni, le tudja tenni azokat a rossz tulajdonságait, terheit, amik őt akadályozzák. Van erre lehetőség, csak foglalkozzunk ezzel, ami a halálhoz kapcsolódik, azért, hogy utána tudjunk a szabad élettel, a feltámadással, az új lényünk szárnyalásával foglalkozni, vagy annak az előnyeit élvezni, majd, hogyha eljön annak az ideje. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk, hajrá együtt!